Lengyel Balázs mese a fehér csillagos sündisznóról. Benedek szakasztott olyan kis sündisznó volt, mint a testvérei, akikkel együtt élt a nagy mogyoró bokortövében. Vagy mit is mondok, mégsem volt szakasztott olyan, mert neki egy kis fehér csillagocska nőtt a homlokán. Aggodalmaskodott is apja, anyja, mi lesz ebből a gyerekből, de nem lett semmi. Benedek nőtt, növekedett szépen, mint a többi hét. Múlt a nyár, jött az ősz, dérlepte be a földet. Miért van ilyen hideg? kérdezte egyszer Benedek. Mert jön a tél, felelte sűnpapa. Benedek lehajtotta csillagos fejecskét, s aztán egyszerre csak olyat kérdezett, amilyet még soha sündisznó csemete nem kérdezett, mióta világ a világ. Papa, miért van tél? De hát Benedek megtehette, Neki csillag volt a homlokán. Most már sűnpapán volt a sor, Hogy lábaira hajtsa fejét, Ami sünéknél kétségtelenül a gondolkodás jele, Hiszen egy szülőnek mindent tudnia kell. Miért van tél? Mondta aztán elszontyolodva. Én sem tudom, de megkérdezzük. Útnak indultak hát elő Sünpapa, sűnmama, mögöttük Benedek, sorban a hét testvérével. Elmentek a nyúlhoz. A nyúl szörnyen okos nyuszi volt, fél fülét örökösen lekonyítva horta, úgy elmélkedett magában. – Miért van tél? – kérdezte tőle sűnpapa. A nyúlnak még a másik füle is lekonyult, úgy elgondolkozott. – Ezt mondta. – Bizonyára a szél hozza. – Várjatok, megkérdezem a szelet s mikor jött a szél, a nyúl neki iramodott, és futott, futott, versenyt futott vele. De bizony csak szomorúan tért vissza. Nem tudja a szél se, csak beszél, beszél tücsköt bogarat, telebukta a fülem, s rázugatta keservesen tapsi fülét. Menjetek a bagolyhoz, tán az éjszaka hozza a telet, ő beszél vele. Óriás odvas mélyén lakott a bagoly, Szegény sűnpapa egész állónap kiáltozott neki, még végre tájban meghallotta, s kijött az odujából. Várjatok, reggelre megmondom, dörmögte a bagoly, és elszállt. Oda lent a faljában csak lesték, mikor tér meg, de bizony a bagoly csak a hajnali derengésben tért haza, s akkor is nagy mérgesen rájuk kiáltott. Hordjátok el magatokat! Alkonyattól faggatom az éjszakát, és nem válaszol, csak kápráztatja hideg csillagfényével a szemem. Menjetek a vakondhoz, hát ha a nyirkos hideg föld a telet. Mentek hát a vakondhoz, Meg is lelték hamarosan. Kérdezd meg a földet, mondta neki sünpapa, miért van tél? A vakond hunyorgott néhányat, s aztán eltűnt a föld alatt. Nem is kellett valami sokat várakozni rá, jött vissza egy-kettőre. Siket a föld, mondta a vakon, nem hallja, ha kérdezem, de ha jól meggondolom, hiába is kérdeznénk, hiszen nincs is olyan hideg idelen. Nem, ő nem hozhatja telet. A tél régóta tudom, felülről jön. Menjetek a sashoz, kérdezze meg a naptól. A sas fészkepereméről fél szemmel nézett le a nyűsgősün családra aztán meglebentette szárnyát, s mint egy óriási felhő árnyék elszállt fölöttük. Szállt, szállt magasabbra, egyre magasabbra, mindig szemközt a nappal, fel a felhők fölé. És mikor már olyan magasan járt, hogy a ritka levegőbe szinte vérharmatosan árad kicsőrén a lehelet, belekiabálta a tűző forró napkoromba. Miért van tél? De a vére úgy dobolt a dobhártyáján, hogy nem értette a feleletet. Oda lent, az alatt a nagy hirtelen beállt a fagy. A süncsalád pedig beiskolt a magyaró bokor aljára, és beásta magát a puha levelek alá. Álomra hajtott a fejét sünmama és sünpapa, és a hét testvér. Benedek még morgott ugyan, egy-kettőt magában, hiszen azért volt csillagos, de aztán ő is elálmosodott, és elaludt. És aludt, 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 ki tudja meddig aludt. Arra ébredt, hogy megpercen körülött az avar. Fölemelte orrocskáját, és nyomban vidámító jó szagokat érzett, erjedő tavaszi szagokat. És ahogy figyelmesebben körülnézett, látta, hogy apró hóvirágocskák nyomkodják szét körülött az avart, onnan a percegés. Kidugta a fejét a vackából, s akkor eszébe jutott, amivel elaludt: Miért van tél? Iramodott egyet, mert a lábacskái bizony meggémberedtek, s a magyaró szélénél szembe találta magát egy kis hóvirággal, az már ki is dugta az avar alól a fejecskéjét. Benedek megszagolgatta, s akkor azt dünnyögte magába. Azért van tél, hogy eljöhessen a tavasz. Hogyan? Mit is mondtam? riadt fel egyszerre. Hm, még lehet, hogy igazam is van de szégyenkezve érezte, hogy ő már egy telet megért komoly felnőtsün, és nem illik neki ilyen gyermekes dolgokkal foglalkoznia. Hogy miért van tél, nem is gondolt rá soha többé.